Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről fogok beszélni, amiket ti ajánlottatok. Egyrészt nagyon köszönöm, hogy mindig ajánlatok különböző könyveket a videók alatt. Másrészt megkértelek titeket Instagramon, hogy ajánlatok még ezeken felül könyveket, mert nincsen elég könyv a várólistámon. Végignéztem az összes könyvet, amit ajánlottatok, legalábbis remélem, hogy az összeset végignéztem. És kiválogattam ebből azokat, amik tetszenek. Illetőleg ebben a videóban még fogok szót ejteni néhány olyan könyvről is, amit nem tettem fel konkrétan a várólistámra, de úgy érzem, hogy beszélnem kell róluk. Szóval akkor kezdjünk is bele. Azt egyébként rólam tudni kell, hogy én nagyon kritikus vagyok, hogyha arról van szó, hogy könyveket tegyek fel a várólistámra, mert azért nem akarok egyszer 50 könyvet feltenni, úgyhogy igazából semmit nem tudok róla, tehát hogyha én könyvet teszek föl, akkor annak konkrétan utána is járok, tehát elolvasom az angol fülszöveget, a magyar fülszöveget, megnézem a molyos értékeléseket hozzá, hogyha vannak, megnézem a Goodreads-es értékeléseket hozzá, és még akkor sem biztos, hogy felteszem, mert nagyon sok kritériumon kell átesni egy könyvnek ahhoz, hogy azt mondjam, hogy na ezt tényleg el fogom olvasni. Előfordul, hogy felrakok kevesebb utána nézés után is egy könyvet, de tényleg azt kell mondanom, hogy főleg, hogyha van egy olyan könyv, amivel alapból kritikus vagyok, hogy hát ez nem biztos, hogy nekem tetszeni fog, akkor tényleg minden értékelést átolvasok háromszor, hogy biztos legyek benne, hogy erre akarok-e pénzt költeni. Az első könyv, amit ajánlottatok, és felkerült a várólistámra, az Andy Weirtől a Marsi. Igazából ez egy olyan könyv, amit nem tudom, hogy miért nem volt még rajta konkrétan a várólistámon, mert egyébként ez egy olyan történet, ami engem érdekel, mert hogy pár évvel ezelőtt volt belőle a film, és az nekem fönt van a megnézendő filmes listámon, csak azért nem néztem még mindig meg, mert igazából nem szeretek annyira egyedül filmet nézni, és ezt a filmet itthon megnézték nélkülem. És ez egy olyan film, amit végképp nem fogok egyedül megnézni, szóval nem tudom, mikor fogom megnézni, de hogyha már ajánlottátok, akkor ez egy tök jó dolog, mert így felkerült a várólistámra, szóval így valószínűleg előbb fogom megtudni, hogy mi a történet a könyvből, mint a filmből, mert valószínűleg a könyvhöz előbb oda jutok, mint a filmhez. A második könyv, ami felkerült a várólistámra, az Böszörményi Gyulától a Lányrablás Budapesten, Ambrózi Báró esetei a sorozat címe, és azért döntöttem úgy, hogy ezt a könyvet felteszem a várólistámra, mert Böszörményi Gyulától eddig még csak a Gergő és az Államfogók első részét olvastam, ami nekem speciál annyira nem tetszett, de ez a Lányrablás Budapesten, ez egy teljesen más kategóriájú könyv, és ez mostanában nagyon fölkapott könyv is, illetve hát ez a sorozat, Böszörményi Gyulának ez az új sorozata. És ezért gondoltam, hogy adok neki még egy esélyt, bár ahogy elnéztem, ez a könyv nem az én tipikus olvasmányom lenne, mert hogy egyrészt krimi, amit annyit nem olvasok, két könyvet olvasnom ebben a kategóriában. Másrészt történelmi regény, amit végképp nem szoktam olvasni, de ennek a könyvnek a története felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy ezt szeretném elolvasni. A következő könyv V.I. Schwabtól a Viszály. Na most, V.I. Schwabtól ezen a könyvön kívül van három másik sorozatának az első része fönn a várólistámon, de azért meg hozzáraktam ezt is, mert hát ha egyszer a négy közül valamelyiket végre elkezdem olvasni, egyébként tényleg nem tudom, hogy még, hogy nem jutottam el egyik könyvéhez sem, de rajta vagyok, tényleg, csak nem jött még össze. Ennek a könyvnek a története, ahogy így elolvastam magát a fülszöveget Goodreads-en, így nem sokat mondott, viszont utána, amikor így elolvasgattam az értékeléseket, és abban így mondták, hogy mi történik, az alapján elég őrültnek tűnik, és nagyon megtetszett. Úgyhogy ezt nagyon el szeretném olvasni. Következő könyv, ami felkerült a várólistámra, Joe Abercrombie-tól a Hidegen tálalva, az első törvény világa sorozatnak az első része ez a könyv, és ez egy ilyen durván vérengzős fantasy könyvnek tűnt, plusz azért is tetszett meg, mert egyrészt a főhőse egy badass nő, ami plusz pont, plusz vérengzős fantasy, és ezt már elmondtam, de ez így nem is tudom, ugye a főszövege megfogott, az olyan eléggé véres. Szóval véres, igen. Igen. Kaszabolja mindenki egymást, ahogy így elolvastam a fülszöveget, és ez ilyen trónokharca beütést ért el nálam.
Szóval gondoltam, akkor megpróbálhatnám majd egyszer, amikor oda jutok, mert a trónokharcával kicsit félre siklottam, és akkor hát ha mással. Meg a vaják is ugye ilyen kategória volt kb. Most hirtelen más könyvet nem látok a polcomon, ami ilyen volt, de a vaják is hasonlónak tűnik számomra, mint amilyennek ez a könyv így fülszöveg alapján, és a vajákot nagyon szerettem, meg a trónokharcát is annó, szóval hát ha ez is nagyon jó lesz. Az utolsó könyv, ami felkerült a várólistámra, az a Vadon járó tanítványainak első része. Hát ez is egy ilyen fantasy könyv, szóval ebből a szempontból tetszett, meg olyan middle grade-nek is tűnt, mint a Percy Jacksonok, szóval megtetszett igazából fülszöveg alapján, hogy vannak benne lovagok, meg az erdő, most nem tudom, hogy magyarul hogy volt, tudom, hogy az angol fülszövegben Rangersnek voltak írva, és a könyv főszereplője hozzájuk kerül aprótként talán, és így megismeri a másik világot is, amiről azt hitte eddig, hogy rossz, és ez egy egész érdekesnek tűnt nekem. Szóval ez megtetszett, úgyhogy ezért ezt is feltettem a várólistámra. Még valami, azért is került föl, mert azt hiszem Mojon láttam, hogy volt hozzá. Ugye mindig vannak a könyvek hát ilyen ajánlások, és valahol láttam, hát tényleg nem tudom hol, de valahol oda volt aláírva, hogy tökéletes a Gyűrűk Ura rajongóinak, úgyhogy kész, vége, eldöntöttem, fölteszem. Szóval ezek azok a könyvek, amik konkrétan fel is kerültek a várólistámra, és most néhány olyan könyvről beszélek gyorsan, amik már fönt vannak, illetőleg a Silmarillokról, amit szintén ajánlottatok, de azt már olvastam. Az egyik könyv, ami már 1000 éve fönn van a várólistámon, az Éjszakai Cirkusz. Ez az Éjszakai Cirkusz. Hirtelen meg nem tudom mondani, hogy annak nagyjából mi a története, de azt tudom, hogy egyszer én azt felraktam, szóval akkor biztos megtetszett. És egyébként sokat is szoktam látni ezt a könyvet Instagramon meg mindenhol, csak már nem emlékszem konkrétan, mi történik benne. De fönn van a várólistámon, és várja, hogy elolvassam. Az Egy Sötétebb Mágia is fönn van, már mondtam, hogy V-Schwab-tól fölpakoltam kb. Az összes sorozat, jó, nem az összes sorozatát, de nagyon sok könyve fönn van a várólistámon. És szintén a Magisztérium sorozat is fönn van, ahhoz is majd eljutok egyszer. Továbbá az Angel Fall is rajta van a várólistámon. Az azt hiszem az ilyen posztapokaliptikus könyv, azt is egyszer még nagyon régen föltettem. És még egy könyv, amit ajánlottatok, és fönt van a várólistámon, az a Minden Minden. Na most, a Minden Mindenről azt kell tudni, hogy én olvastam Nicola Jung másik könyvét, a Nap is csillagot, és nem nagyon barátkoztam össze Nicola Jungnal. És a Minden Minden fönn van a várólistámon, és még nem vettem le, de nem vagyok benne biztos, hogy el akarom olvasni, mert igazság szerint ledöttem magamnak a poént, és tudom, hogy mi lesz a vége. Egyébként szándékosan olvastam el, hogy mi lesz a vége a történetnek, és mikor számomra kiderült, hogy igazából mi is a vége, meg a, mi az egész megoldás, meg hogy akkor hogyan is volt minden, ami itt történt, így komolyan így elolvastam, hogy hogy van, és így ültem, és így mondtam, hogy ez most komoly. Szóval nekem annyira nem jött át így a történet maga, és nem tudom, hogy el szeretném-e azért olvasni, hogy úgy is tudjam, hogy mi a vége, ráadásul, hogy olyan vége legyen, ami nem is tetszik. Már csak két könyvről fogok beszélni. Az egyik a Szólíts a neveden. A Szólíts a neveden azért nincs fenn a várólistámon, mert nem vagyok benne biztos, hogy el szeretném olvasni, azért, mert tudom, hogy fájni fog, és nem akarom, hogy fájjon, mert láttam a filmet, és az is fájt, és nem akarom, hogy a könyv is fájjon. Egyébként így láttam a filmet, és különösebb motivációt egyelőre még nem érzek magamban, hogy elolvassam a könyvet. De egyszer szerintem elfogom. Majdnem biztos vagyok benne. De nincs rajta konkrétan a várólistámon. És a másik könyv, ezt már sokszor ajánlottátok nekem, és köszi meg minden, de én annyira tudom, hogy ezt a könyvet nekem nem kéne elolvasnom, de tényleg esküszöm, hogy ismerem magam eléggé ahhoz, hogy tudjam, hogy én ezt a könyvet, hogyha elolvasom, annak nagyon rossz vége lesz. Ez a könyv pedig nem más, mint az Üvegtrón. Az Üvegtrón sorozat első része is, azt hiszem. Szóval nekem személy szerint, tehát egy szerencsei más személy, nem tudom, hogy kimondani a nevét, szóval még egy könyvét nem olvastam, se a Tüskék és Rózsák udvarás sorozatot, se
az Üvegtrónos sorozatot. És nem is akarom azt csinálni, hogy előre elítélem a könyvet, szóval van bennem egy ilyen motiváció, hogy egyszer majd, hogyha nagyon ráérek, és nagyon úgy érzem, hogy elolvasom, akkor elolvasom, de egyébként magamtól csak úgy szórakozásból szerintem nem fogom megtenni, mert elolvasva ennek a könyvnek a fülszöveget egyébként érdekesen hangzik, és egyébként elmondom, Rick Riordan is 5 csillagra értékelte a Goodreads-en, szóval ennek így pozitívnak kéne lennie, de én mégis úgy érzem, hogy én ezt a könyvet nem akarom elolvasni, mert már belefutottam az Éhezők viadalába, belefutottam a végzeterekébe, és bele fogok futni ebbe is, úgy tudom előre, mert konkrétan nem látok sehol semmi mást, csak főleg most, hogy kijött az utolsó része, mindenhol az utolsó részét láttam, meg az egész sorozatot konkrétan, és már elegem van abból, hogy ezt a könyvet látom, és mindig gondolkodok rajta, hogy most elolvassam, ne olvassam el, feltegyem-e a várólistámra, vagy ne. De Goodreads-en találtam egy nagyon jó értékelést, amiben voltak részletek kiemelve a könyvből. És tudom, hogy negatív értékelés volt, ezért jobban a negatív oldalát mutatták abban az értékelésben, de az alapján én, amit ott olvastam, az alapján úgy tudom, hogy ez a könyv nem nekem való. Szóval igen, tehát arról ne is beszéljünk, hogy tudom, hogy vörös pöttyös kategória, tehát az csak még rosszabb színben tünteti fel a könyvet az én szemembe. De én tényleg tudom, hogy ezt a könyvet abszolút kb. Mindenki imádja, és tök jó nektek, hogy nektek tetszik, de én annyira tudom, hogy nekem nem fog. És ezért, hogyha valaha el is olvasom, és nem, tényleg beválik a félelmem, és nem fog tetszeni, akkor én arról egy szót nem fogok szólni, meg senkit nem akarok róla majd lebeszélni, csak én ismerem magam, én Percy Jackson kategóriájú könyveket olvasok, amik middle grades, vagy hát ilyen ifjúsági könyvek, és nincsenek telenyomva azokkal a young adult elemekkel, amik jellemzőek, tehát az nálam így elássa a könyvet. Ráadásul tényleg, amiket olvastam erről a könyvről, az engem nagyon elrettentett. Ami negatívumokat felhoztak a könyv ellen, azok a negatívumok, amiket én se szeretek. Köszönöm, hogy ajánlottatok könyveket, és hogyha bármikor máskor is szeretnétek, nyugodtan tegyétek meg, szívesen fogadom az összes ajánlást. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!